Amikor a gyermek születését várja egy család, nagy gondossággal tervezik meg, milyen is legyen az a szoba, ahol legféltettebb kincsük majd a legtöbb idejét tölti. A Baba Percek mai adásában a baba szobáról lesz szó. Elsőként is a legfontosabb kelléket, a baba ágyat mutatja be nekünk, a Szekszárdi Neo Babyból tulajdonosa. Üzletünkben a baba ágyak legszélesebb választéka megtalálható. Belépő modellünk az alap klasszikus 60x120-as körbelácsos fenyő baba ágy, 9.990-ért, aztán a 60x120-as ágyak különböző motivumokkal és egyéb dekorációkkal is megtalálhatók. A következő kategóriánk azok a 70x140-es már nagyobb méretű babaágyak, amikről annyit kell tudni, hogy már heverővé alakítatok, tehát a kihasználhatóság szempontjából lényegesen tovább lehet használni. Aztán a kombiágyak, ami arról szól, hogy egy pelenkázó és egy egyszerű babaágy van összeszerelve, amit később át lehet alakítani. Némely típusoknál éjjeli szekrény és heverő lesz ezekből az ágyakból. Természetesen, ahogy a baba egyre nagyobb lesz, különböző magassági fokozatba állítható a fekvő rész. Ha a család sokat utazik, vagy például a hétvégét a nagyszülőknél töltik, fontos, hogy a kicsinek legyen egy olyan utazóágya, amit a család magával vihet. Ezek az ágyak különböző felszereltséggel kaphatók, általában a méretük 60x120-as, a szabvány kis ágyméret, kerékkel, egyes modelleknél kibúvóval, ez később segít azon, hogy a baba könnyen ki és be tudjon mászni rajta, aranyos kis hátizsákok, de mindezek mellett a legfontosabb az utazóágynak a könnyű és megbízható kezelhetősége. Ezeket általában ilyen pici csomagba tudjuk összecsomagolni utazótáska jelleggel. Az alaptartozék az utazágyaknak minden esetben egy 2 cm-es matrac, de akik nagyobb komfortot szeretnének biztosítani a babájuknak, tudunk még nekik adni ilyen kimondottan összehajtható utazóágyba való matracokat. És ha már a komfortnál tartunk, valóban a baba kiságyában a legfontosabb kellék a matrac. Nem mindegy, hogy főleg a csecsemőknél milyen anyagút használunk. A nem megfelelő matrac akár még veszélyes is lehet, főként, ha a pici hason alszik. A belépő modellünk az alap egyszerű szivacsmatrac, ez általában mindig egy fehér pamutlepedővel van behúzva, 6 cm vastag, alapvetően sok mindent nem lehet róla elmondani. Amik viszont már érdekesebbek, azok a kókuszmatracok, amik például kókuszrostokból összepréselve készülnek, ezt így nagyon egyszerűen meg is tudom mutatni, tehát itt lehet nagyjából látni, hogy hogyan néznek ezek a kókuszrostok. Alapvetően a baktériumok, az atkák nem tudnak megtelepedni benne, teljesen légáteresztő, hasonfekvős babák tehát tudnak levegőt venni a matracon keresztül, illetve bármi baleset történik, nem tud bele száradni, illetve melegebb nyári napokon egyes matracokat nyugodtan ki lehet mosni, akár a kádba egy zuhannyal. Ezeknek vannak még különböző húzatverziói, létezik sima fehér pamut húzattal, frottírmacis húzattal, aztán aloe verával és teflonnal átitatott húzatverziók. De léteznek úgynevezett kombinált matracok is. Egy szivacsréteg, egy kókuszréteggel és rajta egy pici memóriahab réteggel van kombinálva. Ezek a matracok biztosítják talán a babának a legnagyobb komfortot. A babaágy nemű fontos része az alvásnak. Itt is, mint az első ruhadarabnál lényeges, hogy a babaágy nemű minőségre megfelelő legyen. Könnyen lehessen tisztítani, méret és színtartó, valamint nagy nepszívó képességű legyen. Nagyon fontos, hogy 100% pamutból legyen, tehát a baba is jól érezze magát benne. De alapvetően három különböző kategóriát különböztetünk meg. Az egyszerű kétrészes ágyneműk, ami takaró párnából áll, ezt általában nagyobb gyerkőcöknek oviba szoktuk ajánlani, aztán takaró párna és a fejvédő, az a három részes ágyneműnk, illetve hogyha tartozik hozzá baldahinfüggöny, ezáltal lesz 4 részes egy ágynemű. Az ágy mellett a többi bútor is fontos kiegészítője a babaszobának. A Szekszárdi Neo Baby üzletben komplett babaszobáját is megtervezheti. A Faktum gyermekbútorainak katalógusából kiválaszthatja a bútorlap színét és minőségét is. A márka előnye, hogy termékeinél megtalálhatóak az úgynevezett junior bútorok, így ha gyermeke nagyobb lesz, ugyanazt a garnitúrát is bővítheti.